felháborodás jogos. Miért világítanak ezek a lábazatok? De nem csak, hogy világítanak, hanem belülről keményen penészetnek a falak, és most, hogy megvettem az új hőkamerát, így aztán nagyon könnyen és nagyon látványos fényképeket tudok nektek csinálni, ahol megmutatom, hogy egy ilyen jó pofán visszaugrasztott lábazat, ami megfelel az évtizedes évszázados hagyományoknak, az bizony így világít. A kamera beállította magát, a sötét, lilás színek azok mutatják a hideg felületeket, és az egészen világos, citromsárgába hajló felületek pedig azt mutatják, hogy hol szökik a meleg az épületből. Ezek külső felvételek, demonstrálandó, hogy bizony ezek a lábazatok nagyon keményen engedik el a meleget, és hát aztán majd láthatjátok, hogy ez belül hogyan néz ki, hát nagyon nem jól. Itt látható az, hogy elkészítették ennek a beton lábazatnak a szigetelését, és bizony a lábazatra kevesebb hőszigetelést raktak a falra, nem értem, hogy miért. Ez egy épület felújítás, egy régi épületre került egy vastagabb homlokzati hőszigetelés, látható, hogy kiugrik a síkból, és ahogy az lenni szokott, ne csöpögjön rá a lábazatra a víz, beljebb a lábazati hőszigetelést. Tudni kell, hogy itt a lábazaton eleve kő vagy beton van, és még ennek tetejébe vékonyítjuk is a hőszigetelést, és a következő hőfényképen láthatjuk az eredményt. A garázs kapu mellett ömlik ki a meleg, de hát ez köztudott tény, ezért nem csinálunk passzív házba garást, vagy igyekszünk termikusan jól leválasztani, elválasztani, hőtechnikailag elhatárolni, és a lábazaton pedig látjuk, hogy mennyivel jobb lenne, ha itt egyöntetű, azonos vastagságú hőszigetelés lenne. Nem kellett semmi más tennem, átsétáltam a következő épülethez, ahol most nem az a csatorna a téma, ami helytelenül a járdára vezeti a vizet, ahol aztán majd öreganyánk hanyattesik, hanem a téma az, hogy itt is van egy szép, kő lábazat, ami ugyan szép, de rendkívüli módon nem praktikus, és fogjátok látni, hogy a fölötte levő hőszigetelés bizony keményen dolgozik, viszont a lábazat az alul marad a csatában, és ott bizony nagyon sok meleg elszökik. Látható, hogy az eresz csatorna bádogja, az a kis vékony lemezke túl hűlt itt a hidegben, az a legsötétebb pont, és utána a lábazat alsó felső csatlakozása hiányos. Ott is praktikus lett volna kifújni két komponensű purhabbal, hogy tényleg tömítsen és ne szökjön a meleg. És hát jó lett volna vastagítani. És aztán egy majdnem csak állatorvosi ló kerül elénk, egy régi épület, aminek egy szép vörös kő lábazata van a Balaton környékén, ebből sokat lehet látni. Egyébként nagyon szép, nagyon kellemes, nagyon látványos ez a megoldás, és ezt már nem is bányásszák, tehát értékes az a kő, azonban a hőfényképen nagyon cudarul néz ki. És nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy ennek a videónak azért ez a témája, mert nagyon sok problémát látni az épületeken belül, a lábazati zónában nagyon-nagyon komoly, lehűlések, penészesedések láthatók, és az ennek tudható be, látható itt a másik oldala az épületnek, ahol egy új lábazat készült, sajnos folytatták a másik oldali rossz gyakorlatot, hogy teljesen szigeteletlen maradt. Itt a kő mögé kellett volna valamit tenni, és a legszomorúbb, hogy épülnek új épületek, és ezek az épületek úgy épülnek, hogy a beton lábazatra feltesznek 5 centi polisztirolt. Itt látható, hogy ez egy nagyon magas lábazat, alatta a XPS van lefele, ez alatt még egy táblával, viszont ott, ahol vált a lábazat téglafalazatra, ott pedig vált egyúttal a hőszigetelés is, és a homlokzatra hiába került 15 cm vastag hőszigetelés, hogyha a lábazaton csak 5 cm van. Egyébként ez egy alig fél éves fénykép, természetesen a beruházó megfenyegetett, hogy én mit okoskodok itt. Hát kérem szépen, ezért okoskodok. És akkor álljon itt egy kis rajz, hogy hogyan is készül ez a valójában, és aki nincs annyira képben a kivitelezéssel, az is tudja, miről van szó. Szimbolikusan jelöltem itt a metszeti rajzon a lábazatot, legyen ez zsalukő, vagy pincefalazó, vagy bármi, három sort építettünk fel, és ennek a tetejére felkerül az a vízszintes beton lemez, amit a vasalt ajzatnak hívunk helyesen, és erre egy mozdulattal rákerült a bitumenes lemez, majd a piros tégla és a hőszigetelés. És egészen eddig nincs is semmi probléma, hiszen ez egy megszokott és bevált dolog, így épülnek a házaink, reflexből a hőszigetelést, a bitumenes lemez vonalától indítjuk fölfele a honlokzatit, és sajnos ez egy rossz gyakorlat, hiszen sokkal jobb lenne, Hogyha ez a hőszigetelés állandó vastagságú lenne. Ezen a képen sajnos az a megoldás látszik, itt egy szürke lábazati hőszigetelés került fel, sokkal jobb lett volna, hogyha ez vastagabb, legalább olyan vastag, mint a homlokzati hőszigetelés, manapság ezek az anyagok már jól bírják a nedvességet, sokféle műszaki megoldás van, de a következő képen majd fogjátok látni, hogy miért nem értek egyet azzal, hogy itt egy ilyen hőszigetelési vastagságváltás van. A meleg az nem hülye, és a meleg az szökik, tehát nem a hideg jön befele, hanem a meleg szökik el, a lakásból, és itt ezen az ábrán piros, göcsörtös vonallal látjátok az úgynevezett hőáramokat, amik mentén szépen szökik a meleg, és a meleg az tényleg nem hülye, a beton irányába indul el, és a vékonyabb hőszigetelésen fog kilépni, látható, hogy milyen sok ö, hőáram nyilacskát rajzoltam. Ide berajzoltam két csenevész nyilat kékkel, ők mennek azon az úton, amit mi úgy gondolunk, hogy kellene tartaniuk, de nem bolondok arra menni, hiszen a másik irányba sokkal könnyebb, és így aztán szökik a meleg. Rendesen ne csodálkozzunk, hogy itt a szekrénynek az alja, a, a, az ágy, lába, és hasonlók bepenészednek. Hát itt ez történt ennél az épületnél is, itt látható a lábazat. Egyébként az igazán jó megoldás az az lenne, hogyha itt például egy ilyen esetben a térkövet felszednék, 10-20-30 cm a térkő alá bemennének, sőt, ha nem lehet lefele menni, akkor be kéne fordulni a térkő alá, és azzal is egy hatékony lábazati hőszigetelést lehet kialakítani. És akkor bizony nem így néz neki a lábazat, minden, hogy itt kinéz, és a térkőhöz csatlakozásnál nem lenne ez a bántóan világos sárga, vonal, ahol rengeteg sok hő elmegy. A felületben nem sok ez, azonban a gyakorlatban gondoljatok bele, a lufit is egyetlen egy gombostűvá ki lehet szúrni, és azon a pici lukon mennyi levegő elmegy hangos pukkanással, hát hasonló zajlik le itt a hőáramokkal is. Egy ilyen kőlábazaton szorgalmasan szökik el a meleg, és hát ugyan nagyon szép ez a kő, de hogyha az én tulajdonom lenne, akkor bizony nagyon elgondolkoznék azon, hogy bizony ide valami fajta szigetelést kellene tenni, vagy a padlóba belül, ha mindenáron meg akarom ezt a formátumot őrizni, vagy a padló szigetelés megbontásakor belülről, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy már pedig kívülről rendesen le fogjuk szigetelni ezt az épületet, is akkor nem világítanának így a lábazatok. Hát remélem a kedves kollégáknak és az építetőknek is tudtam egy kis tömeget adni arról, hogy bizony a lábazatokat nagyon komolyan kell venni, le kell hőszigetelni, mert ha szökik a meleg, azok az nagyon kellemetlen tud lenni. Bízom benne, hogy hasznos volt, sziasztok, építkezzetek jól, küzdjetek a hőhidak ellen, és Isten áld a tisztes ipart!